Épül az elkerülő. A vártnál korábban, szeptember végére elkészülhet a nyugati elkerülő. Monitoring bizottsági ülés. Nyíregyházán egyeztetett a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság. Hatosztályos lesz a Kölcsei. Először a 2020-2021-es tanévben indul a képzés a nyíregyházi gimnáziumban. A tervezetnél hamarabb befejeződhet Nyíregyházán a nyugati elkerülő építésének harmadik üteme. Már szeptember végén átadhatják az új útszakaszt. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A közel 10 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően a teherforgalom egész Nyíregyházát elkerüli majd, az pedig európai szinten is egyedülállónak számít, hogy 10 kilométeren belül egyszerre elérhetővé válik az autópálya és a belváros. Jó ütemben haladnak a munkálatok. Hamarosan elkészül a körforgalom a 38-as számú főúton Nyírtelek előtt. A nyugati elkerülő harmadik befejező ütemének beruházásában két körforgalom is épül, a másik Nyírszőlősnél. A 38-ason április elejétől jelzőlámpás forgalom irányítás mellett egy sávon halad a forgalom. Most a forgalom félpályás útzárban jelzőlámpás forgalom terelés mellett haladhat. A jövő héten ebben történik egy változás. Arról az irányról, ahol most halad a forgalom, át fogják terelni a másik oldalra a forgalmat, pontosan azért, hogy a másik oldalon is ezeket a kötőrétegig tartó munkákat be lehessen fejezni. A másik körforgalomnál a 38-22 és a 38-18-as kereszteződésében ott még a földmunkáknál tart a kivitelező. Természetesen picit hátrébb tart a munkák szempontjából, de ez az ütemezésnek alapvetően megfelel. A földmunkák után kezdődhet el a pályaszerkezetnek majd az építése. A másik körforgalomnál majd július hónapban kell forgalomkorlátozásra számítani. A nyugati elkerülő kiépítésének különlegessége, hogy egy vasúti vasbeton szerkezetes hidat is kialakítanak. Az elkerülő a Budapest-Miskolc-Szerencs-Nyíregyháza vonal felett halad át. Az építés a közművek kiváltásával kezdődött tavaly nyáron, utána lefektették a cölöpöket, májusban a gerendák is a helyükre kerültek, most pedig pályalemezt építenek. A következő lépés a szigetelési fázis, majd a különböző aszfalt rétegeket helyezik magára a híd műtárgyra. A beruházás részeként egy 3,7 és egy 4,1 kilométeres útszakasz épül. Ennek köszönhetően Nyíregyházát teljesen elkerüli a teherforgalom, így csökken a közlekedés zsúfoltsága és a zajterheltség is, valamint a levegő minősége is jobb lehet a városban. A fejlesztés összköltsége közel 10 milliárd forint, ezt az állam biztosítja. Ezzel én azt gondolom, hogy az egész országban egyedülálló autópálya összekéttetéssel rendelkező ipari gazdaságfejlesztési terület nyílik meg. 10 kilométeren belül elérhetne az autópályát és a belvárost, az európai szinten is unikum, és ezzel tudjuk segíteni azt, hogy a munkahelyteremtő beruházások még nagyobb mértékben induljanak. A projekt hivatalos befejezési határideje 2019 évvége, de már jelenleg is 80%-os a készültségi szint. Ennek köszönhetően akár már szeptember végén is átadhatják az útszakaszt. A nyugati elkerülő Nyíregyháza második ipari parkjának kialakítását is nagyban elősegíti. A városnak ez az a része, a Tokaji úttól az M3-as autópályáig az út mindkét oldalán, ahova tervezték a gazdaságfejlesztési területet, ez több ezer hektárt jelent. A LEGO már vásárolt itt területeket, de több céggel is folyamatos a tárgyalás. Több mint 510 millió forintos Európai Uniós támogatásból fejlődik folyamatosan a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A cél a lemorzsolódás és a szociális hátrányok csökkentése, valamint a kompetenciák javítása. A projektben a centrum mind a 10 tagintézménye részt vesz. A program sikeressége és a hozzátartozó digitális közösségi alkotóműhely népszerűsége miatt idén Nyíregyházán ülésezett a Monitoring Bizottság. A GINOPOS projektek mellé monitoringbizottsági rendszer jött létre, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a programok tervezését, ütemezését, végrehajtását és módosítását. Ezek értékelése fél évente esedékes. A 2019-es első ülést Nyíregyházán tartotta a bizottság, hiszen itt olyan mértékű és minőségű fejlesztések vannak, amelyek a szakemberek szerint példaértékűek.
44 centrumunk van, most azért némi átalakítás van folyamatban jelenleg, és 40 centrumunk lesz szeptembertől, ami azt jelenti, hogy ma már van olyan tapasztalatunk, hogy hát azt nem mondom, hogy kategorizálni lehet, de azért hát vannak nagyon jól működő centrumok, és vannak, akik tanulhatnak a másiktól. A Nyíregyházi azt gondolom olyan, akitől tanulni lehet. Úgyhogy nem véletlenül vagyunk itt elég gyakran, és szívesen is jövünk Nyíregyházára. Ugye ez nagyon lényeges, hogy egy szakképzés akkor működik jól, hogyha maga a város vezetése is támogatja az oktatást, és ez ezen a helyen így igaz. A város vezetése és a minisztérium is elismeri a 2015 óta folyó munkát a Nyíregyházi Oktatási Intézményben. A folyamatos fejlesztések megfelelnek az országos stratégiának is, így a szakképzés 4.0 elvárásainak is. A jelenleg futó fejlesztési terveket 2018-ban aktualizálta az intézmény, ezeket támogatják a GINAP-os projektek, amelyek közül a legújabb a Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése című program. 512 millió forintos támogatásból valósítjuk meg a projektet. Ez részben Európai Uniós, részben hazai forrásból származó összeg lesz. Tulajdonképpen átfogó fejlesztésről beszélünk, tehát a szakképzési centrum minden területét érinti. Átgondoljuk, megváltoztatjuk azokat a belső szabályozásokat, azokat a folyamatokat, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a lemorzsolódást csökkenteni tudjuk. Módszertani fejlesztésben vesznek részt a pedagógusaink, hogy a tanulók kompetencia fejlesztését megfelelően végezzék a tanórákon. Igyekeztünk informatikai eszközfejlesztésre és digitális közösségi alkotóműhely kialakítására is megfelelő összegeket fordítani. Célunk az lenne tulajdonképpen, hogy a tanulók elsajátítsák azokat a digitális képességeket, amelyekkel ma a munkaerőpiacon érvényesülni tudnak. A program célja, hogy kiszolgálják a térség gazdálkodó szerveit, és minőségű szakember képzés jöjjön létre nem csak az iskola rendszerű, de a felnőtt képzésben is. A fejlesztések ezért kiterjednek a pályaorientációra, a vállalati kapcsolattartásra és erősítésre, valamint a korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkentésére. Az egyik legkiemelkedőbb része a projektnek a közel 300 négyzetméteres alkotóműhely, amelynek célja, hogy óvodás kortól egészen az idősekig mindenki számára vonzóvá tegyék a szakképzést. Ez az alkotóműhely otthont ad például tanár továbbképzéseknek. Nagyon fontos, hogy szoros kapcsolatot alakítottunk ki a nagyvállalatokkal, KKV-kkal, akik minden hónapban tartanak egy általunk szervezett tematikus szakmai napot, ahol akár mondjuk például egy gépészet területén több KKV nagyvállalat itt van, és bemutatják azokat az új technológiákat, azokat az elvárásokat, amelyre nekik szükségük van a mindennapokban. Ezeken a programokon részt vesznek a diákjaink, részt vesznek a kollégáink, és hát igyekszünk nagyon sok szakképzési fórumot szervezni szintén itt az alkotóműhelyben. Ez a projekt 2017. december 15-én indult, a befejezés tervezett időpontja pedig 2020. június 15-e. 2020. szeptemberétől hatosztályos gimnáziumi osztályt is indít a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium. A képzési kínálat bővítését a tanulói és szülői igények alapján vezették be, az ehhez szükséges átszervezési kezdeményezést pedig már alá is írta a Klebelsberg központ elnöke. Így a 2020-2021-es tanév 3 darab, 4 évfolyamos és 1 hatosztályos gimnáziumi osztállyal indul majd. A Kölcsey Ferenc Gimnázium Nyíregyháza egyik nagymúltú oktatási intézménye. Létrehozása a magyarországi tanítóképzés átszervezéséhez kötődik, és 1958-ban alapították. A gimnáziumban 16 évfolyamonként 4 osztályban folyik nappali tagozatos oktatás. Ez a 2020-2021-es tanévben kiegészül, már 6 osztályos képzést is indítanak. Maga az ötlet az már 4-5 évvel ezelőtti körülbelül, amikor arra gondoltunk, hogy a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban elindíthatnánk egy 6 osztályos gimnáziumi képzést is, és ezt az évet használtuk föl ennek a kivitelezésére tulajdonképpen. Ehhez szükséges az iskola pedagógiai programjának újragondolása, 2019 őszén pedig már az általános iskolásokat is várják az intézmény nyílt tanítási napjára. Pontosabb információkat szeptembertől kaphatnak az érdeklődő gyerekek és szüleik a Kölcsey honlapján, vagy személyesen a gimnáziumban.
Egy osztályt tervezünk beiskolázni a 6-osztályos gimnáziumi évfolyamra, és természetesen elsősorban az idegen nyelveket szeretnénk emelt szinten tanítani, heti 5 órában a gyerekek és a szülők választása alapján, illetve tanulói igények alapján természetesen bármilyen tárgyból a képzés előre haladtával választhatók lesznek majd tárgyak az emelt szintű érettségére való felkészüléshez. A gimnázium vezetősége az elmúlt években azt tapasztalta, hogy Nyíregyházán nagyobb létszámban szeretnének 6-osztályos képzésben tanulni, mint amennyire most lehetőséget biztosítanak a helyi intézmények. Ez azért is előnyös a diákok számára, mert így 4 helyett 6 évük lesz felkészülni az érettségire. Gyógyszerható anyagokat tartalmazó étrend kiegészítőket vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Közleményük szerint a ginzeng alapú termékek ismert potenciajavító gyógyszerek hatóanyagát tartalmazták. A forgalmazókkal szembeni vizsgálat még folyamatban van. Étrendkiegészítők és táplálékkiegészítők sorakoznak ennek a nyíregyházi gyógyszertárnak a polcaim. Ezek mind ellenőrzött hatóanyagú és tartalmú készítmények, ellenben azzal a férfiaknak szánt étrendkiegészítővel, melyet a Nébika napokban vont ki a forgalomból. Ebben az esetben, mint már régebben is előfordult, hogy egy étrendkiegészítő termékben Magyarországon vényköteles hatóanyagot találtak. Ez vannak olyan termékcsoportok, amikor a gyógyszerek sokkal hatékonyabbnak bizonyulnak, és ilyenkor a gyártóknak sokkal egyszerűbb ezt a gyógyszert beletenni egy étrendkiegészítőbe, de mivel ez jogszabályellenes és ártalmas lehet a betegeknek, ezektől a termékektől érdemes távol tartani. A legveszélyesebb ezeknél a termékeknél, hogy nem ismert a teljes hatóanyagtartalmuk, így nem tudhatjuk azt sem, hogy milyen mellékhatások alakulhatnak ki a szedésük következtében. Míg a hasonló gyógyszereket tartalmazó vényköteles készítményeket csak orvosi felügyelet mellett lehet szedni, így ezeknél akár életveszélyes mellékhatások is kialakulhatnak. Lehetőleg megbízható forrásból szerezzük be ezeket a termékeket, itt főképp gyógyszertárak, gyógynövény boltokra gondolok, illetve hát ha lehetséges az internetet, mint beszerzési forrást érdemes kerülni, bár itt is vannak olyan megbízható helyek, ahol ezt jelölik is a honlapon, ahonnan nyugodtan lehet vásárolni. Ezeknek a honlapoknak az üzemeltetői általában gyógyszertárak. A Nébik vizsgálata április végén gyógyszerhatóanyagot mutatott ki az említett termékekben, holott étrendkiegészítőknél ez nem megengedett. A kimutatott szildenafil és tadalafil ráadásul Magyarországon orvosi rendelvényhez kötött, olvasható a közleményben. Új kiállítások, tűzugrás és Beatrice koncert. Idén is színvonalas programokkal készül a Józsa András Múzeum a szombati múzeumok éjszakájára. A szervezésbe a Kállai gyűjtemény, a levéltár és a vízügyi történeti gyűjtemény is bekapcsolódott, emellett nemzetközi jóga napot rendeznek. Új kiállítások is nyílnak szombat este a múzeumban, az egyikkel Kis Lajos korábbi igazgatóra emlékeznek. Már 17 éves szerveznek múzeumok éjszakája országos szintű program sorozatot. A nemrég az év múzeumának megválasztott intézmény a Józsa András Múzeum ezúttal is színes programokat kínál az érdeklődőknek. Bíznak benne, hogy a tavalyi rekordlátogatós szám után idén is sokan keresik fel a múzeumot, például a mostani hétvégén. Tavaly 110 ezeren látogattak el a Józsa András Múzeum, a Kállai gyűjtemény és a Múzeumfaluba, és annak ellenére, hogy a Múzeumfalu építés alatt volt a év második felétől, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy kiváló látogatottsági szám. De ebben az évben is már több mint 25 ezeren látogatták a Józsa András Múzeum épületét. Annak a kiállításai, természettudományi kiállításai nagyon tetszettek a közönségnek. És bízom benne, hogy ez a szám a múzeumok éjszakáján több ezerrel meg fog emelkedni, és utána pedig majd az attrakcióval, ami a Vidor Fesztiválra készül, szintén nagyon meg fogja nyomni a látogatottságot. Új kiállítások nyílnak szombat este a múzeumban. Az egyikkel Kis Lajos korábbi igazgatóra emlékeznek, de nem a megszokott módon. A Nyugat kopogta című tárlattal pedig a rendszerváltás 30. évfordulóját ünneplik. A 80-as évek hangulatát idézik fel egy nyíregyházi család életén keresztül.
korabeli munkahelyek, bérekről szeretnénk egy részt bemutatni, aztán korabeli oktatás, tehát itt bölcsődék, óvodák és iskolák működése, aztán az oktatásnak a színvonala és politikai jellege is mindenképp meg lesz, vagy be lesz mutatva. Aztán Nyíregyházi utcaképet is szerettünk volna, vagy szeretnénk bemutatni, és ami nagyon fontos az ebben az években, és nyilván a vásárlás, egy boltot és egy trafikot is szeretnénk bemutatni, korabeli tárgyakkal nyilván. A második részben pedig egy panellakásnak a belsejét próbáljuk megjeleníteni, korabeli tárgyakkal nyilván ugyanúgy berendezve, ahogy kinézhetett. A zenei vonalat koncertekkel erősítik, a fő attrakció Nagy Feró és a Beatrice lesz. A gyerekeket mások mellett bábelőadások, a mozogni vágyókat a Nemzetközi Jóga Napfárja, amit a múzeumok éjszakájához kapcsolódva rendeznek a Hősök terén. A tűzugrás idén sem marad el, a skanzen felújítása miatt azonban ezúttal a múzeum előtti téren lesz. A szervezésbe és megvalósításba a Kállay gyűjtemény, a Megyei Levéltár és a Felső-Tiszavidéki vízügyi történeti gyűjtemény is bekapcsolódott. Kedvezményes árujegyek péntek délutánig válthatóak a szombaton 18 és 22 óra közötti programokra. Eredményes szezon zárt a Nyíregyházi kosársuli. A különböző bajnokságokban szereplő csapatok több mint 230 meccset játszottak. A felnőtt együttes 12. helyen zárt az amatőr NB1-ben. A juniorok szintén a 12., a serdülők pedig a 10. helyen fejezték be a bajnokságot. A különböző korosztályos bajnokságokban, illetve a felnőtteknél összesen 18 csapatot indított az elmúlt szezonban a Nyíregyházi kosársuli. Már 5 éve a Szent Imre gimnázium csarnoka az otthona az egyesületnek, amely a női szakák utánpótlását szeretné minél szélesebb bázisra helyezni a megyeszékhelyen. Az egyesület elnöke szerint mozgalmas, sikeres, de kihívásokkal teli szezon tudhatnak maguk mögött. Nagyon sok sérültünk volt az elmúlt bajnokságban, az amatőr NB1-ben is, az utánpótlás bajnokságokban is, ebben voltak komolyabb sérülések is. Két játékosunknak is volt keresztszalag szakadása térdében. Nyilván az ő műtétjeik már megtörténtek, a rehabilitációjuk folyamatban van, visszavárjuk őket. Egyébként pedig hát a mozgalmasságról csak annyit, hogy egy kis statisztikai számot hagy mondjak. Itt 233 mérkőzést játszottak a csapataink, összesen 18 csapattal versenyeztünk különböző korosztályokban. 174 utánpótlás mérkőzést rendeztünk ebben a teremben, ahol most éppen állunk, és 25.400 kilométert utaztak a gyerekek azért, hogy ezt a 233 mérkőzést lejátszhassák. Nem kevés. Tehát én épp a múltkor számogattam itt magamba, hogyha összeadjuk ezt a 233 meccset, és folyamatosan játsszák a meccseket, akkor 20 napon keresztül a nap minden percében pattog a labda, és játsszák a gyerekek a kosárlabdát. Tehát azért az 365 napból nem egy olyan kis mennyiség egy amatőr egyesületnél. Az NKS kirakat csapata, az amatőr NB1-ben szereplő felnőtt együttes nagy csatát vívott a piros csoportban a bennmaradásért, végül a 12. helyen zárva meghosszabbította tagságát az erősebb csoportban, de az utánpótlás együttesek szereplésére sem lehet panasz. A juniorok 34 induló csapat közül 12. helyen végeztek. A kadettek 67 kadett csapatból a 18-ok lettek, a serdülők 64 serdülő csapatból lettek a 10-ek. Tehát én azt hiszem, hogy ezek az eredmények magukért beszélnek. Az U12, U11 bajnokság az már jemberi, tehát ott nincs külön helyezés, meg nincs külön eredmény, illetve hát a kosárpalánta programban is 6 csapattal indultunk el, ami azt jelenti, hogy a 9 évesnél fiatalabbak is már valamilyen szinten próbálnak, ha nem is a kosárlabdázással konkrétan, de annak a mozgásanyagával komolyabban foglalkozni, tanórák keretén belül, illetve edzéseken. Már a szezon véget ért, a labdapattogás nem halkult el a csarnokban, hétfőtől ugyanis már napközis táborban sportolhatnak a gyerekek. Július közepén pedig egy szilvásváradi edzőtáborban hangolnak majd az idősebb korosztály képviselői a felkészülés kezdetére. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
A tervezetnél hamarabb befejeződhet Nyíregyházán a nyugati elkerülő harmadik üteme, már szeptember végén átadhatják az új útszakaszt. A közel 10 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően a teherforgalom egész Nyíregyházát elkerüli majd. Ez európai szinten is egyedülállónak számít, hogy 10 kilométeren belül egyszerre elérhetővé válik az autópálya és a belváros. A szakképzési centrumok célja, hogy az intézményekben koncentráltan legyen jelen a szakképzés, ezáltal valódi, minőségi oktatásban részesüljenek a tanulók. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum az országban az egyik legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtja ezen a téren. 10 tagintézményben 7500 diák számára 20 ágazatban és több mint 80 szakmában, köztük 10 hiány szakmában folyik az oktatás. Ennek hatékonyságát növeli egy GINOP-os projekt, amely több mint 510 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg. Alapvető célja pedig a lemorzsolódás és a szociális hátrányok csökkentése, valamint a kompetenciák javítása. 2020. szeptemberétől 6-osztályos gimnáziumi osztályt is indít a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium. A képzési kínálat bővítését a tanulói és szülői igények alapján vezették be. Az ehhez szükséges átszervezési kezdeményezést pedig már alá is írta a Klebelsberg központ elnöke. Így a 2020-2021-es tanév 3 darab 4 év folyamos és egy 6-osztályos gimnáziumi osztállyal indul majd. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták, június 19-én szerdán, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtök reggelig erőteljes gomoly felhő képződés várható, több helyen kialakulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 19 fok körül alakul. Csütörtök estig a napsütés mellett erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több helyütt kialakulhat, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. A sok napsütés mellett pénteken is gomoly felhők képződnek, amelyekből több helyütt kialakulhat záporeső, zivatar, szélerősödéssel. A hétvégén rövidebb időszakokra süt ki a nap, sokfelé számíthatunk csapadékra, a jövő héten szárazabb léghullámok érkeznek, egyre kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar és egyre nagyobb területen várható kánikula.